Én Bükler Tamás vagyok, és közösséggel fejlesztéssel foglalkozom egy nemzetközi szervezetnél, és 2 évvel ezelőtt született meg a fiam, és arról gondoltunk, hogy egy picit erről mesélek, hogy mi is ennek a történetnek a hogy kezdődött ez egész. Amikor kiderült, hogy gyerekünk lesz, és amikor kiderült, hogy a Miki már úton van, akkor az első kérdés az embereknek általában az volt, hogy de miért? Vagy az volt, hogy de miért, vagy az volt, hogy de hogyan. Hogyan kérdés, azt általában tudtam jól kezelni, és arra voltak ilyen kész válaszaim, függően attól, hogy kit mennyire ismertem, és mennyire akartam beavatni a részletekbe, de a miért kérdésnél mindig elbizonytalanodtam, és idő után azt vettem észre, hogy bár igyekeztem nem ítélkezni, és igyekeztem nem felbosszantani magam, de hogy volt bennem egy adag frusztráció, hogy ez a kérdés miért kerül elő állandóan. Tehát egy picit belegondolunk, viszonylag ritka az, hogy egy 30 éves hetero házas párt, mondjuk, hogy egy ilyen standard esetet vegyünk, megkérdezik, amikor bejelentik, hogy gyerekük fog születni, akkor mondjuk az emberek megkérdezik, hogy jó, de miért? Meg különösen ez az arc, hogy de miért? És én rájöttem arra, hogy valójában tényleg az emberek nem tudják, hogy ha nem adott egy párkapcsolat, akkor miért is akarnánk gyereket? Ez lehet egy legitim kérdés nagyon sok helyzetben, de még gyakrabban erre nem feltétlenül kell választ adni. Nagyon gyakran azt éreztem, hogy ez úgy hangzott ez a kérdés, mint hogy egy elő kellett volna vennem a zsebemből egy lapot teleírva 15 lehetséges válaszsal, hogy azért, mert ez a vallásom mondja ezt, vagy azért, mert ez az elvárás, vagy azért, mert azt akarom, hogy majd öregkoromban cserélje a pelenkámat. Tehát, mint egy ilyen válaszokat vártak volna tőlem, és nekem nem voltak ilyen válaszaim. Amikor én úgy döntöttem, hogy szülő szeretnék lenni, az egy ilyen teljesen természetes, organikus döntés volt. Mindig is felnőtt koromban gondoltam, hogy majd egyszer csak lesz gyerekem, és amikor adódott a lehetőség, akkor ez megtörtént. Nem gondoltam soha, hogy erre nekem kell, hogy legyen valamilyen kész standard válaszom. Én a mai napig azt érzem, hogy egyértelmű, hogy életem legjobb döntése volt, hogy ezt megléptem, és hogy gyereket vállaltam. Nem gondolom azt, hogy minden meleg férfinak kell, hogy legyen gyereke, nem gondolom azt, hogy minden embernek kell, hogy legyen gyereke, nem gondolom azt, hogy a mi felállásunk bármilyen egyéb felállásra feltétlenül adaptálható, de azt hiszem, igenis gondolom, hogy nekem, Bükler Tamásnak ez volt a megfelelő irány, és ezt így a mai napig eléggé intenzíven tudom képviselni. Nagyon sok meleg barátom kérdezte, hogy de miért csinálom ezt, de hogyan, de kell ez nekem, de mostanak ezzel soha nem fogok elni bulizni, mostanak ezzel megadatok az életem, a karrierem, minden, tehát ez egy teljesen más történet kezdődik, és hogy valójában tényleg minek ez nekem. És hogy abszolút azt éreztem a korosztály a meleg férfi részéről, hogy van egyfajta értetlenség, és ez megint nem akarom, hogy ez úgy hangozzon, hogy van bennem e felé valamiféle frusztráció. Egészen azt éreztem, hogy egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy már úgy meg volt lebegtetve az én generációmnak, hogy akár lehetünk bejegyzett tiltási kapcsolatban, akár kimehetünk Dániába, és lehet egy esküvőnk. Tehát hogy már vannak ilyen lehetőségek, de az, hogy gyerekünk legyen, hát azt azért nem. Szóval az egyszerűen nem volt leosztva az a kártya. És mivel mióta tudjuk, hogy melegek vagyunk, vagy erről beszélünk, azóta soha nem került szóba úgy igazán, hogy ez ténylegesen egy lehetőség. Pedig az. Úgy orvosilag, mind jogilag, mind a közösség szempontjából, bárhogyan is definiáljuk azt, ez igenis egy lehetőség. Nem egy kézenfekvő lehetőség, tele van ez az út potenciális buktatókkal, lehetséges diszkriminációval, veszekedésekkel, feszültséggel, problémákkal, de lehetség, lehetőség, létezik, ezt meg lehet oldani, és Magyarországon egyébként jogi szempontból ez egy meglepően működő lehetőség, hogy társszülők legyenek emberek. És nekünk is ez a történetünk. Nagyon fontos megegyezni azonban azt, hogy azért mi egy erősen privilegizált háttérből jövünk. Tehát úgy anyagilag, mint munkai szempontból, mint családilag, mi nagyon sok segítséget kaptunk. Végig a kórházban, a szülésznél, a bölcsiben, az oviban, a szülők részéről csak támogató reakciókat kaptunk. És az, hogy én ma ott tartok ebben a történetben, ahol tartok, vagy ott tartunk, ahol tartunk, az mindenképpen el kell ismerni, hogy ez nem a mi
bátorságunk, vagy egészen különleges döntésünknek az eredménye, hanem annak az eredménye, hogy ilyen végtelenül támogató háttérből jövünk, és hogy az út során is nagyon sok segítséget kaptunk, néha a legváratlanabb helyekről. És amikor erről beszélek, és nyilván van bennem egyfajta büszkeség, azért ez fontos oda tenni mindig mellé, hogy a mi sikertörténetünk az nem biztos, hogy mindig mindenhol működni fog, és hogy nyilván ez a privilégiumoknak, ezek a hegyei, ezek a legtöbb kortársamnak nem adottak. És erről is, ez is egy fontos beszélgetés, amit meg kell ejtenem, amikor az ember erről kezd beszélni.